pillanatra Váradi Gyulának. Nikolas bácsi, a Isten értesse erőben, egészségben és sokáig közöttünk. Még szeretném, hogyha a csapatunk játéka gördülékenyebb és gyorsabb lenne, de természetesen nem vagyok elégedetlen, és ezúton is szeretnék gratulálni csapatom minden tagjának, mert mind a játék, mind pedig a hozzáállás kiváló volt a mai mérkőzésen. Örültem, hogy betaláltam, mert ez volt a szezonban most az első gólom. No, hát ő indították, aztán én indultam mögötte, ő betette nekem, aztán elrúgtam. Úgy sikerült, beakadt. Az egy futballtörvény, hogy amelyik csapat előnybe kerül, az egy kicsit így könnyedebben veszi a mérkőzést. Hát én ezért kértem a játékosaimat, hogy még próbáljunk gyorsítani a játékon, hogy minél több helyzetet tudjunk kialakítani. Azt hiszem, hogy a három gólon kívül bizonyítottuk, mert ugye volt még rengeteg lehetőségünk is, és úgy gondolom, hogy a fiúk ma kitettek magukért maximálisan. Szerettem volna bizonyítani az előző hétvégén, hogy ez csak egy baki volt, hogy nem luktam gólt, és mondtam is a közel hozzám állóknak, hogy
ezen a hétvégén be fogom hozni az előző hétvégét, ez így is lett. Hát nagyon sajnálom, mondjuk az utolsó percekben az emelésem az nem ment be, de így is örülök, hisz megint nem kaptunk gólt, és hármat tudtunk rúgni hazai pályán. Ez egy fiatal csapat, csiszolódunk folyamatosan, érik a játékunk, azért ezt ne felejtsük el, hogy 18 éves srácok játszanak itt, akiktől én maximálisan azt várom, hogy ne mint tehetségek legyenek pályán, hanem mint meghatározó játékosai Vasasnak. Van egy új szisztémánk, amit szerintem még lehet, hogy nekik is szokni kell, és ez úgy gondolom, hogy hétről hétre érik be ez a játék. Természetesen lesznek még buktatók, zökkenők, de megpróbálunk mindenen túllépni, és ezért dolgozunk hétről hétre, napról napra. Játszottuk azt, amit mester kért, aztán hát így sikerült.